Ezt olyan tökéletesen megfogalmaztad, olyan mélyrehatóan, hogy ismételd meg magyar nyelven és amerikai angol nyelven is, és ha tudod, héber nyelven is. Magyarul, teljesen egyetértek led abban, hogy az önvédelem elsődleges célja a saját életünk, testünk és épségünk védelme, nem pedig az ellenfél teljes megsemmisítése. Az önvédelem során a legfontosabb, hogy minimalizáljuk a veszélyt és megóvjuk magunkat a támadó által követett további agressziótól. Az önvédelem nem feltétlenül jelenti az ellenfél megölését vagy súlyos sérülés okozását. Sokkal inkább azt jelenti, hogy olyan technikákat alkalmazunk, amelyekkel megóvhatjuk magunkat és félreállíthatjuk a támadót. Az önvédelem során fontos megérteni, hogy a cél nem a bosszú vagy a megtorlás, hanem a saját biztonságunk megőrzése. Az önvédelem során az emberi élet mindenképpen előtérbe kell helyezni. Az, hogy csak arra törekszünk, hogy megbénítsuk vagy mozgásképtelenné tegyük a támadót, nagyon helyes és etikus megközelítés. Az önvédelemnek nem szabad rémületet és további agressziót szítania, inkább ki kell dolgoznunk olyan stratégiákat, amelyek segítenek saját biztonságunk fenntartásában és a támadó távoltartásában. Fontos megérteni, hogy minden helyzet egyedi és a veszélyforrások változóak lehetnek. Ennek megfelelően az önvédelem és a védelmi technikák megtanulása és gyakorlása kulcsfontosságú. Az önvédelemnek nem csak fizikai, hanem mentális készségeket is magában kell foglalnia, amelyek segítenek megőrizni a nyugalmat és helyes döntéseket hozni vészhelyzetben. Az önvédelem és a támadó megfékezése nem csak arra szolgál, hogy a saját életünket megvédjük, hanem abban is segít, hogy esélyt adjunk a támadónak a változásra és az esetleges rehabilitációra. Fontos, hogy minden ember életét és biztonságát tiszteletben tartsuk, és minden eszközt megtegyünk, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket és a tragédiákat. Az önvédelem és a biztonságos életvitel nem csak a fizikai védelemről szól. Ezen felül fontos, hogy figyeljünk a környezetünkre, kerüljük el a veszélyes helyzeteket és kialakítsuk azokat a kapcsolatokat, amelyek támogatást és segítséget nyújtanak számunkra szükség esetén. Az önvédelem tehát egy sokrétű törekvés, amely a saját biztonságunk megőrzésére és másokkal való békés együttélésre irányul, mindannyiunk életének és jólétének érdekében. Angolul, I completely agree with you that the primary goal of self-defense is to protect our own lives, bodies, and well-being, rather than completely eliminating the attacker. During self-defense, it is crucial to minimize the danger and shield ourselves from further aggression by the assailant. Self-defense does not necessarily mean killing the opponent or inflicting severe harm. Instead, it involves the application of technique to protect ourselves and subdue the attacker. It is important to understand that the aim is not revenge or retaliation, but rather to preserve our own safety. Human life must always be prioritized in self-defense. It is ethical and appropriate to strive to. Igen. Yes.